uram, a késemért jöttem. Hol hagyta? Valami matrózban. Milyen kés volt? A cél keskeny penge kisé hajlott, nem látta? Várjunk csak, csak lassan kérem. Milyen volt a nyele? Kagyló. Hány részből? Egy darabból készült. Akkor nincs baj. Megvan a kés? Hol? A hátamban. Köszönöm, kérem. A csapos mesélte, hogy milyen szép kés van bennem. Egy darab húsz centis kagyló ritkaság. Forduljon meg, kérem, hogy kivegyem. Egy kitartás. A kocsmáros azt mondta, hogy amíg nem hoz orvost, hagyja bent a kést, mert különben elvérzek. A kocsmáros értehez, mert itt már öltek orvost is. Régi étterem. De én sietek, kérem. És mit tudja az ember, hogy mikor jön az orvos? Kés nélkül mégsem mehetek éjjel haza. Az orvos itt lakik a közelben, és a kocsbáros ment érte. Ha szurkált uram, hát viselje a következményeket. Ó, azért, mert magába szúrnak egy kés, még nincs joga hozzá, hogy megtartsa. Ez önbíráskodás. Hála Istennek, van még jog a világom. Nem is jogra hivatkoztam, hanem az orvostudományra. A kocsmáros szerint az a recept, hogy bent maradjon a kés. Orvosi rendelet. Az orvos rendelkezik a saját holmiával, a kés az én műszerem. <laughs> Nehéz ügy. Tudja mit? Nekem is van szívem, segítek a bajon. Kiveszem magából a késemet, és beteszek helyett egy másikat. Az is megteszi, amíg a mentő jön. Jól van, csak ne legyen kisebb a kés, hogy jól elzárja a sebet, mert az egészség mindennél fontosabb, és recept az recept hiába. Nyugodt lehet. Egy nagy konyha és nyomok behelyette. Na, akkor rendben van. Forduljon meg. Na, hopp, é! Most nyomja bele a másikat gyorsan. Ez itt a polcon épp jó lesz, ha bár csak fanyelű. Benne van? A fenét, hiszen alig vérzik a sebe. Itt a csod mellett állt meg a penge, a porcok között. A mindenség itt kicsorbult a hegye. Nyomta volna a húsba maga kezdő. Várjon rá, teszek egy vizes kendőt, a szvetter egész jól leszorítja. Higgy el végre, hogy kés kell bele. A vendéglős tudja, itt naponta ölnek. Tegye be a kést, mi az magának? Nem értek hozzá. Bicskázásért vállalom a felelősséget, de műtétért nem. Kérjen meg erre a szíveségre valamelyik matrózt. Majd csak magukhoz térnek. Ha, jó, hogy említi, uram. Maga leütötte tizenkét hajósomat. Az egyikre ráesett a likőrös állvány, arról nem tehetek. Az volt az első fűtő. Mit tudja ezt egy likőrös állvány? És ott fekszik a hajópincér. Hol lehet most pincér találni? A Honolulu sztár reggel indul, és se fűtő, se pincér, mert maga leütötte őket. Abban igazam volt. Hozzám vágtak egy korsót, és az ilyen magatartás sért. Egyik sem vágta magához a korsót. Ezek ártatlanok. Hát kitette? Én. Szerencséje, hogy haláltusáját vívja, különben most fejbeütném. Jó napot! Várjon! Nincs időm, sietek! Nézze meg, hogy nem kell kés a sebbe. Az ilyen szúrás nem szabad elhanyagolni. Lehet, hogy befelé vérzik. Onnan nem szúrhatták meg. Csak várjon az orvosra, az majd segít magán, ha lehet. Ha nem, akkor nyugodjék békével. Ajánlom magamat. Sajnálom, hogy ilyen gyenge legénységet toborzott. Halló, fiatalember! Elkísérem! Volna egy ötletem, amivel pénzt lehet keresni. Rendben van. Várjon! Hely csapos, ha jön a kocsmáros, mondd meg, hogy elmentem járni egyet ide a közelbe. Ne félj semmit, ha baj van, kést teszek a sebbe. Vigyázok! Na, jöjjön! Sebesülésem miatt óvatosnak kell lennem. M Merre akar menni? Nem tudom, se pénzem, se dolgom. Maradjunk a közelben az orvos miatt. Ennyi! Nem kérdeztem a vendéglőst, hogy pipázhatok-e ilyen súlyos állapotban. Megkockáztassam? Nyugodtan. Mi lehet belőle? Semmi. A világon semmi. Legfeljebb meghal. Az meg úgyis előfordulhat. Teljesen igaz. Hát ide hallgassom. Én vagyok a Honolulu Star szállásmestere. Hogy hívják magát? Főlig Jimmy. Miért van ilyen hülye neve? mert szeretek nevetni, és valaki rám fogta, hogy olyankor fülig húzom a számot. Csak ugyan tejfölös képű alak, jókor a csontos emberben ritkaság. Hány éves? 24. Vakarcs. A családja. Ért a hajóhoz? Hülyéket kérdez. Bird kétszer volt a expedíción, suhanc koromban. Milyen írása van? Folyó. Csak a nagybetűt nem mintet ismerem, egy szállásmestertől tanultam írni. <laughs> Hülye! Az igaz, de hát szállásmesterben ritka az okos. Miféle okmányai vannak? Ezt kikérem magamnak. Szóval semmilyen írása sincs? Rendőrségtől van. Ez jó. Na hát akkor nincs semmi baj. Valparaizóban kaptam egy írást a kapitánságtól, hogy minden nap jelentkezni kell a felügyelő és két óra után nem mehetek az utcára. Ez <há> az nem jó, nekem mondja. Azért jöttem el Valparaizóból. Benne van a hajós könyvben? Ezt visszautasítom. Törölték? És ha igen, mi közöm hozzájuk? Ismer engem könyv nélkül minden hajósa a világnak. Én is attól félek. Akar dolgozni? Nem. Miért? Elvesztettem a meggyőződésemet. És ez mitől jön? Tavaly Nápolyban loptam egy kockás felöltőt, és azóta úgy érzem, hogy úrnak születtem. Elhatároztam, hogy többé nem dolgozom. Az előtt dolgozott? Nem, de hiányzott az elhatározás. Néze... Nekem hajó pincér és fűtő kell, különben kirúgnak, és nincs munkám. Nem baj, azt együtt csinálhatjuk. Én értek hozzá. Fogja be a száját. Itt ezben sem fűtőt, sem pincért nem találok hajnalig. Akkor indul a Honolulu sztár tovább. Az idényben vagyunk. Hát ide hallgasson. Itt van nálam a fűtő és a pincér papírja. Álljon be helyettük. Maga ellátná kettőnek a munkáját, ritkán láttam ilyen erős bivajt. Hízelgéssel nem megy semmire. De talán mással. Két ember fizetése innen Tahitiig valóságos kis vagyon. Maga megkeresheti az egészet egyedül. Fél napot fűtene, felett kiszolgálna. Senki sem tudná, hogy a fűtő és a pincér egy személy. És mikor aludnék? Hát, amikor megérkeztünk Tahitibe ha sokat mondok, öt hét az egész. Odáig két ember fizetését kaphatná. Na, jön? Nézze, már készülődnek. Rendben van. Elfogadom. Éjjel Wilson Hutchins, amerikai fűtő, nappal José Pombió, spanyol pincér. Ezt jegyezze meg. Tud spanyolul? Néhány előétel nevét, de azzal úgy, ahogy megértetem magamat. Hol tanult meg előétel nyelven beszélni? Barcelonában működtem egy étterem kirakatában, mint transzparens, hosszú ideig. Ha, <laughs> az micsoda? A kirakatban ültem, hurkák és lepények között időnként bólogattam, a hasamra mutattam, és végül következett egy vigyor, amitől kigyulladt néhány villanykörte a gyomromon. <laughs> Jó állás! Csak ész kell hozzá, és úri megjelenés mosolyogni meg remekül tudok, attól van a nevem Fülig Jimmy. Tehát? Beállunk mind a hárman. Hozé Pombió, Wilson Hutchins és Fülig Jimmy. És már is követte társát, aki egy haldoklótól igazán meglepő fürgeséggel sietett a dokkok felé. Fülig Jimmy talpig világfi volt. Külsejére, bodorára igen sokat adott, szerette a muzsikát, állandóan látogatta a filmszínházakat, és savanyú cukorkákat hordott magánál, mint a jó társaság beli urak. Feltűnő ismertető jele volt, hogy szeretett mosakodni, amit senki nem értett. Szikár vállas alakjához nem illett a kamaszosan sima arc, amely azonban csontos és széles volt, középen egy jókora szájjal és hatalmas fogakkal. Örökös vigyora nem egyszer tévedésbe ejtette azokat, akik kiség könnyelműen a külsejük után ítélik meg embertársaikat, és ezért a vigyorgó Jimit felületesen kezelték vagy kicsúfolták. Az ilyen emberek felépülésük után sokat gondolkodtak a látszat megtévesztő benyomásairól, és elhatározták, hogy a jövőben senkiről sem vonnak le következtetéseket alapos tájékozódás hiányán. Különös ismeretsége a szállásmesterrel úgy kezdődött, hogy Fülig Jimmy a Portside elintéző nevű vendéglőben a vacsoráját fogyasztotta, és egy kis füzetkét olvasott. Szokása szerint aránylag úri külsővel tette ezt, ami nem vonatkozik gombhias sárga kabátjára, tépet, gyapjú ingére, valamint harisnyáira sem. Az utóbbiakra már csak azért sem vonatkozhat, mert az egyiket négy év előtt Brüsszelbe hagyta. Azonban a felső zsebéből egy sejem zsebkendő csücske kandikált ki, és a nyakából egy kifogástalan, finom művű kerékpár áttételen nyeles pápa szem, úgynevezett lornyon függött, amit csak igen előkelő és idős úri hölgyek viselnek. Egyik kezével evett, a másikkal a lornyon tartott, és a korsónak támasztott könyvet olvasta, ami figyelemre méltó teljesítmény, ha tekintetbe veszük, hogy Fülig Jiminek kitűnő szeme volt. Viszont a lordnyon üvege erősen nagyított, de az ember néha kénytelen kisebb-nagyobb áldozatot hozni az úri látszat kedvéért. Közben az elintéző nevű vendéglőben tartózkodó húsz néhány matróz már jó tíz perce velekedett. De Fülig Jimmy csak akkor figyelt fel, amikor egy korsó a feje mellett tört szét a falon. Ekkor felállt, és erősen nagyító üvegein át körülnézve, hűvös figyelemre méltatta a társaságot. A fejemre igen kényes vagyok, uraim, mondta pedáns szigorral. Tehát az ilyen ingerkedést lehetőleg mellőzzük. Még be sem fejezte a korholást, amikor a második korsó repült feléje úgy, hogy a vállát súrolta. A verekedésnek ezennel vége, jelentette ki határozottan. A többit tudjuk. Fülig Jimmy elkezdte kidobálni a verekedőket, mire befejezte a nagy takarítást, vagy húsz ember feküdt ájultan szerteszét, és csak a Tahitibe készülő Honolulu Star nevű luxushajó legényei tizenkét főnyi csoporttal képviseltették magukat aznap a Port Suezi közkorházban. Köztük Hozé Pombió, spanyol pincér, és Wilson Hutchins, amerikai fűtő. Ezek után kifizette a vacsoráját, leemelte az ájult kormányost a könyvéről, és elment. Csak a kése miatt jött ismét vissza, amikor is találkozott a szállásmesterrel. És este már munkába állt egy hajón két ember helyett, de dupla fizetésért. Boldog volt ismét dolgozott. Így jár, aki verekszik. A Honolulu Star New York kikötőjéből indult, Gibraltáron és a Suezi csatornán át, San Franciscóba, India és a csendes óceáni szigetek érintésével. A világ leghosszabb járatú luxushajója volt, szeszélyes milliómosok, világhírű filmsztárok és elkényeztetett hamiskártyások igényeinek megfelelő berendezéssel. A szalomban előkelő finom emberek unatkoztak naphosszat, kisebb csoportokban. A vacsorák a csodás estéi ruhák és égszerek felvonulása tette ünnepélyessé. Szertartásos vidámság, udvarias barátkozás, megjegyzések időről, tengerészeti szakkérdésekről, a gépekről, a hajózásról és minden féléről, amihez nem is konyitottak. Ez jelentette a társas életet. A bárban halk, finom jazz, pezsgő, hollandi gin és angol whisky. Egy-egy durvá begyéniségű milliómos az indiai ültetvényesek közül olykor mulat, ami abból áll, hogy dalszövegeket ordít, és egy pezsgős vödörrel a fején vezényli a zenekart. Ezt a többiek megszólják, és kisé irigylik. Aztán elérik a vörös tenger, ahol a kisebb flörtök és nagyobb szabású tengeri betegségek poétikus időszaka következik. Hozé a pincér mindenkihez szolgálat kész, tréfás és különös kézügyességével szeret tüntetni. Sajnos olykor mérsékelt jó szerencsével. A zsonglőrök rossz szelleme üldözi. Előfordul, hogy valamelyik hölgyre mosolyog, és mindegy oda sem nézve, könnyedén tölti a teát, de közben, hogy, hogy nem a forró vízsugár egy idős úr kopasz fejére ömlik. Ebből nagy botrány lesz, és néhányan a spanyol pincér azonnali távozását követelik a kapitánytól. De a családapák minden tekintélyüket ladba vetve pártfogásukba veszik, mert a gyerekek sokat mulatnak azon, hogy Fülig Jimmy lehönti az utasokat. És mi az, amit nem tesz meg egy szülő a gyermekéért? Ezzel szemben lenne a kazánházban, Wilson Hutchins, az amerikai fűtő, olykor álva aludt, mint a lovak, és amikor felriadt, meleg húsokat húzott elő belső zsebéből. Mire elérték a Babel Mandep szorost, már képes volt enni is álmában. A főgépész fél tőle, mert azt hitte, hogy megszállott. Egy arab fűtő végét akarta vetni ennek az állapotnak, és beledöfött Hutchinsba, a lapáttal, de ezt nem fogja tenni többé, mert azóta olyan az orra, mint egy különleges formájú burgonya. Így álltak a dolgok Ádennál. Áden után fenn az étteremben hozé a pincér aluszékonysága tűnt fel. A főgépész a kazáház lépcső feljárójánál állva hallotta, amikor az első tiszt jelentette a kapitánynak, hogy hozé pincér folyton álmos. A gépész erre szerényen megjegyezte, hogy Wilson Hutchins az egyik fűtő is állandóan alszik, és úgy véli, hogy valahol egy cecelejét lehet a hajón, amely ezeket a szorványos álomkór eseteket okozza. A kapitány szerint a gépész hülye volt a pálinkaivástól, ami elég kézenfekvő feltevésnek látszott ahhoz, hogy a tiszt is elfogadja. Mr. Irving, a hajó legkülönösebb utasa őszintén szívébe zárta hozét, a sorsüldözött zsonglőrt és álomkorgyanus pincért. Mr. Irving nem lehetett idősebb húsz évesnél, de annyinak sem látszott. Smokingban úgy hatott, mint valami leány. Szép gömbölyű szemöldöke, csodálkozó nagy fekete szeme, szabályos finom arca meghatóan kisfiús volt alig beszélt, olyankor is halkan, udvariasan szólt, és nem érintkezett senkivel, leszámítva az első közös étkezés szokványos bemutatkozását. Csakis is Mr. Gould társaságában mutatkozott a hajón. Ezt a Gouldot szívből gyűlölték az utasok. Kövér, óriási őszember volt, és mindenki úgy érezte, hogy zsarnokoskodik a bájos fiatalember felett. Pedig oly csendes, oly szomorúan előkelő volt ez az ifjú, mint aki papnak készül, vagy még gyászban van. Penang előtt furcsa esete volt vele hozénak. A kikötőből egy maláj óriás jött a fedélzetre. Bilincset tört, szögetevett és izmait játszatta néhány fillérért. Hatalmas izmai voltak. Később a japán jiu-jitsu birkózás fogásait mutatta be a matrózoknak. Hozé ott szaladgált felle a lépcsőkön frissítővel tortával, de valamelyik rosszul kiszámított nagyívű kecses mozdulata révén a sétafedélzetről pontosan az erőművész fejére potyant egy habos torta. A maláj hörögve kaparta magáról a csokoládés habot, csattogtatta hatalmas fogait, és végül lovagias mosolyjal folytva el dühét közölte, hogy hozét szétmorzsolná, ha nem lenne tekintettel az előkelő környezetre. A spanyol pincér igen erélyes hangon többféle előétel nevét kiáltotta oda a benszülöttnek, amitől az érthetően felbőszült. Mmm, bissung, glonga, bam, bam, örökte a maláj. Omlettal a szevíja, üvöltötte hozé. Sihungi, Mizonga, Zurb, Sefár! Patrida! idézte a pincért transzparens korából, és lerohant. Ott állt lihegve a maláj előtt, és az utasok boldogan a sok egyhangúság után mindenfelől összecsődültek. Fenn a korlátnál állt Mr. Irving szokott szomorúságával, is lenézett unott, közömbös arccal. A maláj megvillogtatta fehér fogait, Ismét mosolygott. Mit ez akar, gyenge fehér? Én megenni őt? Hát, csak fogj hozzá, mondta Hozé. Én nem ütni, hindu önvédelem, te üs oda teljes erődből, én csak kivédeni. <laughs> Az nem lesz jó, szabadkozott Hozé. Te ütni, fogás biztos, gyors, úgysem találni. <laughs> hát, jó. Mehet! Mehet! Fülig Jimmy kíváncsi volt a fogásra, biztos jiu-jitsu. Na, ütni! sürgette a maláj. Lesz meglepetés! Csak ugyan nagy meglepetést okozott mert hogy valaki egyetlen pofontól valóságos szaltót csináljon, négy utast és több kisasztal málnasörpöt felborítson, az igazán meglepő. A maláj orrán száján fülén dőlt a vér, és a jobb szemétől a szája széléig felrepett a bőre. Így pihegett kisi elterülve, miközben a négy utas állandóan sürgette, hogy keljen fel róluk. Ez alatt hozé aludt egy keveset, állva, mint egy idős paripa. A maláj ordítva ugrott fel. Nem számít te lenni balkezes, én várni ütés jobbról! Hozé vállat vont. Nem lehet minden pofon mellé egy forgalmi rendőrt állítani. Ütné agyon téged! Neki rohant. Hozé kisé hátrált, mert a maláj ragadta málna szörptől, és a pincér féltette a szép aranygombos ruháját. Gyorsan elhelyezett egy horögütést, hogy az első támadó hevet lefékezze. Aztán kibújt egy balkezes egyenes alatt, és könnyedén felütötte a benszülött állát. Ekkor egy rúgás érte. Szabálytalan, pimasz, sportszerűtlen rúgás. Fülig Jimit elöntötte az indulat, és szörnyűt kiáltott: Insalada fritte a Ettől mindenkiben meghűlt a vér. Tisztában voltak vele, hogy az ókori mórhódítóktól származó esküvést hallották, amelyet spanyol ifjak csak olyankor hangoztatnak, ha élet-halál küzdelemre szánják magukat. És ugrott. Könyökhajlatába kapta a maláj nyakát, és a dereka mellé szorította. A benszülött bivajszerű fekete nyakizmai kidagadtak az erőfeszítéstől. És? És ekkor Fülig Jimmy véletlenül felpillantott a sétafedélzetre, amit látott, attól kis hián elengedte a malájt meglepetésében. Mr. Irving a korlátra könyökölve odavágott feléje a szeme sarkából biztatóan, pajtásosan, mintha azt mondaná, hogy rajta, tanítsd meg. Hozi egyet csavart a nyakon, egyet emelt térdével a gyomron, amitől a benszülött messze repült, és akkorát zuhant roppant testének teljes hosszában, hogy a hajó beleremegett. Valamennyi szemlélő önkéntelen tapsba tört ki. A malájt, mint ledöfött bikát az arénából a lábainál fogva hurcolták ki a porondról. Hozé, mint egy fáradt hegedű művész, könnyed mosolyjal hajlongott, szorongatta a saját kezét, csókokat hintett, de véletlenül neki hátrált a büfének, amely álványostól felborult, és a társaság felét lefröcskölte jeges italokkal. Csengő, vidám, kellemes kacagás hangzott a magasból. Mindenki felnézett, Mr. Irving nevetett a korlátnál. De ekkor megjelent a nevelő roppant alakja, és a tiszta gyermekhang nyomban elhalt. A fiatalember komoran, előkelően távozott. Őrült alak ez a pincér, de férfi, jegyezte meg a kapitány, és a körszakállas vörösképű szállásmester felé fordult. Tudja maga, hogy milyen keménykezű fiú ez? Én tudom, felelte szomorúan a szállásmester, de erről nem mondott bővebbet. Uram, három hete nem aludtam. Csak két hétig bírja, még suttogta a szállásmester. Az ilyesit meg lehet szokni idővel. Szép langyos este volt, de kisé lett. A Maláj félsziget és Szingapur között csillogó, fekete hullámokon a gőzös, és Fülig Jimmy a kazáházból vezető vaslépcső tetején ült, a szállásmester mellett. Csak vigyázzon, súgta a szakállas, feltűnő, hogy mindig alszik. Senki más nem ácsorog alvajáró módján. Mit csináljak, ha olyan élég utasok vannak itt? Ha felfedezik, hogy hozépincér és Hutchins fűtő egy azon ember, akkor engem is kidobnak a csalásért. Ne féljem, már csak két hét, addig elvirrasztok valahogy. Aludjon most egy fél órát itt a lépcső lejáron, majd felkeltem idejében. Felelet helyett a pincér már aludt is. Késő felrezzen, mert valaki megérintette a vállát. Hagyjon még, motyogta, maga hóér, csak öt perc. Ébredjen, idegen, felrezzent. Nagyon elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy kiül mellette a vas Mr. Irving! Psszt! súgta. Mr. Gould azt hiszi, hogy alszom. Fogadja legmagasabb elismerésemet, pincér. Maga pompás fiú. Ezt akartam mondani. A gumiba ágyazott gépek tompán zakatoltak alattuk. Különben csend volt. Mr. Irving ott ült mellette a vaslépcsőn, de olyan ünnepélyesen, mint aki komoly szertartást végez. Jól elbánt azzal a benszülöttel, mondta elismerően. Ugye maga nagyon erős? Megengedi, hogy megtapintsam a karizmát? kérdezte szinte kenetteljesen. – Na ne hülyéskedjen! Az ifjú szeme felragyogott. Ugye bár ez sértés? kérdezte örömmel. Hm. Úgy tesz, Mr. Irving, mint a részeg lenne. Engem még sohasem sértettek meg. Ne mondja, olyan erős. Nem tudom, senkit sem ütlegeltem még. Mondja idegen, hogy történik ez a művelet. Na ne ugrasson, nem tudja milyen az, amikor oda Láthatta -e eleget, ha az utcán járt. Én soha életemben nem sétáltam még nyílt utcán. Nem sétált. A kicsoda ön? Mr. Irving. Nem, Mr. Irving. Én inkognitóban vagyok. Az miféle viselet? Inkognitó az, ha valaki álnéven él. Nagyszerű. Akkor én is inkognitóban vagyok. Szintén szélhámos. Ha, 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 ha Igazán kedves alatt való maga, épincér, de megyek, mert Mr. Gould még észreveszi, hogy távol maradtam. – Mit fél attól a pasastól, ha akarja hónap leöntöm ebédnél egy adag hideg marinírozott hallal alla turnedó? – Ne-ne, ne, nagyon kérem, kedves Goromba úr! Szegény jó atyám nevelőmét tette Fernández bácsit, ő a régens herceg, és ebben meg kell nyugodnunk. Kisé homályos előttem, amit mond, annyi bizonyos, hogy a pofa nem tetszik nekem, és szívesen odaütögetném a fejét bármihez, ami szilárd és dudoros. Oh, – Ó, ember, nem erészelje, ön derék dolgozó, és kegyeinket élvezi, de ez súlyos büntetést vonna maga után, és most kedves idegen mennem kell. Egyszer majd ismét beszélgetünk. Nagyon jól szórakoztam önnel, ezért megjutalmazom. Akar pénzt? Mi? Nem ismerem jól a pénzértékét. Ha 500 dollárt adok, a sok. Nem, nem, az túl kevés, és megbántom vele. Hogy? Hogy mit? Mi az, kérem? Megvan. Egyszer Isten kegyelméből parancsoló nagybátyám megjutalmazta valamelyik hűséges hívét, és 2000 dollárt adott neki. Ez tehát nem olyan csekéség, hogy szégyenkezni kelljen miatta. Tessék, jó ember! Előhúzta a tárcáját, és átadott kétezer dollárt. Aztán vállon beregette a pincért, és ott hagyta. Nem hitte, hogy ébren van, vagy ha igen, akkor a fiú őrült, és a hatalmas ronda ember az ápolója. Két ezer dollár. Ezen az eseten érdemes gondolkodni. De hiába tartotta ilyesmire érdemesnek az esetet, mert rajtaütésszerűen elaludt.